A Keletnyírségi Víziközmű Beruházási Társulás 8 település, Apagy, Napkor, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Ramocsaháza, Nyíribrony és Baktalórendháza önkormányzatának összefogásával jött létre. A társulás pályázati támogatást igényelt a szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására. 6,4 milliárdos a beruházás, ebből az Unió per pillanat 85%-os támogatást biztosít, azért abban bízunk, hogy ez a támogatási mérték tovább fog emelkedni, ehhez beadtuk a szükséges dokumentációkat, kérelmünket. Ezen túlmenően BM önerő alapban részesült a társulás üzemeltetői hozzájárulással biztosítja saját erő egy részét a Nyírségvíz ZRT, társulati hozzájárulást fizetnek a lakosok, illetve önkormányzati saját erő lesz a negyedik összetevője a saját erő biztosításának. A forrásból Baktalórendházán fejlesztik a csatornahálózatot, felújítják az átemelőket, átalakítják a tisztító telepet. Apagyon és Nyíribronyban új szennyvíztisztító épül, Napkor, Apagy, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Ramocsaháza és Nyíribrony településeken pedig kiépítik a szennyvízcsatorna hálózatot. Körülbelül 17.500 lakost érint a térségben, ugye 8 településről van szó, közel 5.800 új bekötést a szennyvízhálózatra, és két új szennyvíz tisztítótelepet jelent, illetőleg a Baktalórendházi telepnek a rekonstrukciót, a felújítását. Tehát azt gondolom, hogy ez a közel 6,5 milliárdos beruházás, ez egy olyan új lendületet fog adni a térségnek, egyrészt amelyet az emberek már nagyon rég vártak, megoldja azokat a problémákat, amelyek korábban voltak, és valóban a térség tekintetében egyrészt a vállalkozásoknak, másrészt pedig azoknak az embereknek, akik itt élnek, egy teljesen új életminőséget, új lehetőséget biztosít. A kivitelezésről szóló szerződést kedden írták alá a felek. Az ilyen beruházások megvalósításával a szennyvíz elvezetése és kezelése megfelel majd az egészségügyi kritériumoknak. Megszűnik a sérülékeny vízbázisú településeken a talajvíz további szennyezése. 59 településünkön van folyamatban, vagy előkészítés alatt a konkrét kivitelezés. Tehát az a hosszú előkészítő munka, amit az önkormányzatokkal a vízügyi szakemberek végeztek, meghozta a gyümölcsét itt is, és hála Istennek a megye több területén is. Ez azt jelenti, hogy látszik a szennyvíz programnak a vége, tehát az, amikor kitűztük a célt, hogy a 2000 lakos egyenérték fölötti településeken szennyvíz elvezető rendszer és korszerű tisztítási technológia épüljön, ez meg fog valósulni belátható időn belül. A keletnyírségi beruházás alapkövének letételén elhangzott, új munkahelyeket is teremt a nagyszabású fejlesztés. A munkálatok a tervek szerint előreláthatóan jövő év májusában fejeződnek be.